Puzsér Robert miatt nincs bizalmad. Szervusz, Bíró Bence Péter vagyok, pszichológus, és ebben a videóban arról fogunk beszélgetni, hogy mi van Puzsérnak ahhoz, hogy neked milyen az önbizsülésed, önbizalmad, magabiztosságod általában, és miért tudsz te saját magadért kiállni. Nyilvánvalóan ez a videó az egy túl egyszerűsítés lesz, tehát nem lesz egy egyéni pszichológiai tanácsadás sem, diagnózis sem, lehet vonatkoztatni minden egyes élethelyzetre, de mégis azért nézzük meg azt a fajta összefüggést, amit esetleg beleláthatunk abba, hogy miközben Robertnek a dühöngéseihez, dühkironásaihoz, a te önbecsülésednek. Miért annyira unszimpatikus Róbert nagyon sok embernek? Tegyük fel, van az a rész is, hogy sokszor mond olyanokat, amivel sokan nem értenek egyet. Jó, mondjuk ezt, hogy rendben van, azt az emberek általában nem szeretik hallani. Én sem szeretem azt általában hallgatni magamtól, de ettől függetlenül keresem, tehát nekem szakmai kötelességem keresni a nekem ellentmondó információkat, mert akkor fogok tudni a végén egy árnyaltabb, hitelesebb képet átadni. De nem az a lényeg, hogy én milyen vagyok, hanem az, hogy konkrétan neked milyen az önbecsülésed. És általában az önbizalom hiánya azzal jár, hogy az emberek a dühüket, agresszív energiájukat általában lefolytják. És hogyha valamit magunkban lefolytunk, az rendkívül zavar más embereknél is. Mire szoktak még nagyon-nagyon gyakran hivatkozni Puzsérnál, nem, hát nem másra, mint arra, hogy hát ordibál. Ordibál. De miért zavar bennünket az, hogy mondjuk ő egy ordibál? Tehát, hogyha az ő stílusa zavar bennünket, akkor vagy az van, hogy nagyon sokszor tapasztaltunk olyat, hogy velünk úgy ordibáltak, amiben nem tudtuk megvédeni magunkat, és nem tudtuk magunkért kiállni. És nagyon sokszor az lehet, hogy valószínűleg magunknak sem engedjük meg azt, hogy mondjuk ilyen stílusban beszéljünk, vagy ilyen stílusban mondjuk, hogy ordibáljunk. Most nem azt mondom, hogy minden puszért rajongó vagy követő, az pontosan úgy fog kiabálni, mint mondjuk Puzsért Robert, vagy Puzsért Robert, vagy nem fog úgy dühöngeni, de az viszont egy általános jelenség, hogy másokban az szokott bennünket igazán zavarni, mivel nekünk magunkban dolgunk van. És ez természetesen lehet, hogy a te esetedre pont nem igaz, de nagyon sokszor előfordul ez tényleg, hogy ha azt látom, hogy a másik embernek valamiféle agresszív viselkedése, vagy dühel kapcsolatos, mondjuk az, hogy kifejezi dühét, az számra mondjuk visszataszító, az nagyon sokszor pont azért lehet, mert hogy bennem is, a bennem lévő dühel kapcsolatban is így vagyok. Tehát a bennem lévő agresszióval és dühel kapcsolatban is úgy vagyok, hogy ezt visszafolytam az visszataszító számomra, és nem engedem meg magamnak. De valójában a düh az pusztán egy üzemanyag. Tehát az nem pozitív vagy negatív, és most eltekintetünk most már Puzsértól, ennyire kellett az ő személyebben ebben a videóban, hogy, hogy illusztrálni tudjam ezt a jelenséget, de hogy összességében az, hogy mi a dühel agresszióval hogy állunk, az egy nagyon-nagyon fontos meghatározó eleme annak, hogy az önbizalmunk az milyen. Hogy mennyire tudunk abban bízni, hogy mi ki tudunk elni magunkért, hogy harcolni tudunk azért, ami számunkra fontos. Hogy mondjuk egy, és, és, nem csak ordibálásról beszélek itt, hanem az a, egy olyan dolog is, hogy mondjuk a düh az segíthet bennünket abban, hogyha mondjuk nem vagyunk boldogok egy adott munkahelyen, akkor mondjuk jelentkezünk egy másikra, vagy fejlesztjük magunkat, hogy egy másik munkahelyre még alkalmasabbak és kompetensebbek legyünk. Tehát, hogy összességében a düh az nem csak egy pusztító energia, hanem egy építő energia is tud lenni, és hogyha ez el van folytva bennünk, akkor nagyon sok esetben ö, magunkat sem tudjuk úgy képviselni, megvédeni a határainkat, és nagyon sokszor ez az energia, ami azért persze lehet, hogy úgy bugyog fel valakivel, mint mondjuk puszírban, hogy mondjuk kiabál, és ez valakinek nem szimpatikus, még akkor sem, hogy egyetért azzal, amit mond, vagy nem tudja ezt meghallgatni. De hogyha mi saját magunknak nem tudjuk azt a fajta élményt egyáltalán megengedni, hogy belülünk is kibugyoghasson, hogy belülünk is, hogy mi is átélhessük egyáltalán a dühünket, és nem kapcsolódunk vele, akkor ez az ügy, ez a háttérbe szorul, és a háttérből tud bennünket vezetni, irányítani. Akár úgy, hogy mondjuk ez, ez átalakul valamiféle testi tünetté, testi panaszszá, szomatikus tüneté, itt tudom én, emésztési bántalmakká, fejfájássá, aranyérré, vagy bármi hasonlóvá, vagy úgy, hogy pont, hogy ki törik belőlünk is időnként, mert annyira elfolytjuk, vagy akár úgy, hogy pont, hogy passzív-agresszívan viselkedünk, hogy nem állunk bele a helyzetekbe, de valahogy csak szabotáljuk ezt, és nem vagyunk egyenesek, és nem állunk ki azért, amiben hiszünk. Na most itt tényleg sok mindent felsoroltam, sok-sok lehetőséget. Az egész videónak a kústanúsága az lenne, hogy ha az önbizalmat akarjuk fejleszteni, akkor érdemes azon is dolgozni, hogy milyen a dühünkkel való kapcsolatunk. Képesek vagyunk ezt megtapasztalni, megélni, átengedni magunkon, és amikor átengedjük magunkon, akkor mi uraljuk ezt a dühöt, mi használjuk ezt a dühöt, vagy a düh használ bennünket. Hogy van egy három hónapos önbizalom tréninge, ami egy online önállóan elvégezhető tréning, ami nem helyettesíti a pszichoterápiás tanácsadást, de azt gondolom, hogy a második legjobb megoldás arra, hogy az ember az önbizalmán dolgozzon. És ebben viszont nagyon nagy segítség tud lenni, rengeteg tapasztalat van benne, hat éven keresztül fejlesztettük ezt az egész tréninget, hogy még jobbá és még jobbá váljon, rengeteg tapasztalat és visszajelzés alapján, és számtalan sikerélmény, sikertörténet köthető hozzá, illetve az én személyes tapasztalatom, pszichológusi tapasztalatom, saját élmény tapasztalatom, önismereti munkámnak az eredmény és mind-mind benne van. Úgyhogy abban arra bátorítalak téged, hogy esetleg szeretnéd fejleszteni az adat, akkor nézd meg ezt a tréninget, fel tudsz e-mailben, hogy az eszenciájával kapcsolatos ilyen alapinformációkat megkapd, vagy meg tudod vásárolni teljes magadnak, ahol három hónapon keresztül tudsz dolgozni saját a saját tempódban. Úgyhogy a linkeket megtudod a leírásban. Köszönöm szépen, hogy ezt a videót. Ajánlom neked a többi videómat is, és ha és a csatornára, akkor pedig meglátod majd a többit is, amit később fogok feltölteni. Köszönöm, hogy itt vagy, örülök, hogy, hogy ezen a videón keresztül mégis mégiscsak ilyen távolra le tudtunk kapcsolódni, és hamarosan találkozunk egy következőben, remélem.